Sziasztok! Itt ülök egy csomó üres flakonnal körbeterítve, ugyanis a mai videóban megosztom veletek, hogy az elmúlt hónapokban milyen termékeket használtam el, és mi a véleményem róluk. Amikor legutóbb megkérdeztem tőletek, hogy milyen videókat szeretnétek látni tőlem, akkor nagyon sokan írtátok, hogy szeretitek ezeket az elfogytak videókat, és hát mivel pont van néhány üres flakonom, így akkor most jöjjön ez. Eléggé régen volt már ilyen videó, és az az igazság, hogy időközben rengeteg üres flakon kidobtam, mert egyszerűen már nem tudtam tárolni őket, úgyhogy ezek, amit ebben a videóban láttok, ez nem az összes kozmetikum, amit elhasználtam az elmúlt hónapokban. Kezdjük a testápolással, azon belül is a dezodorokkal. Rengeteg dezodor van most itt, és az azért van, mert izzadós vagyok, és ahogyan azt már korábban említettem nektek, én leginkább fújós dezodorokat szoktam használni, illetve néha stifteset. Van itt két Dove dezodor, ez az Invisible Dry, illetve az Invisible Care. Én mindkettőt nagyon szerettem, szerencsére nem fogják be a ruháimat, jó az illatuk, jól védnek az izzadás ellen, úgyhogy ezeket nagyon szeretem. Van itt még 4 darab fad dezodor is, ezeket is nagyon szerettem, egyet kivéve ezt a zöld teás illatot, amiről azt hiszem már egy ilyen antikedvences videóban beszéltem, ugyanis ezzel az volt a bajom, hogy ilyen nagyon furcsa réteget hagyott maga után, kellemetlen volt számomra a használata, pedig egyébként nagyon-nagyon finom illata volt. És hát elhasználtam, de emiatt, hogy ilyen furcsa érzést hagyott maga után, nem igazán szerettem. Viszont ezt a másik hármat nagyon szerettem. Ez a kettő itt a Soft & Control 48 órás Soft Skin Feeling dezodor, két különböző illat, ezek nagyon jók. Illetve az Island Vibes Bali Kiss Mango Vanília Virág illat. Oh. Imádtam. Jöjjenek a tusfürdők, abból is van pár. Itt van például ez a két Dove tusfürdő. Én nagyon szeretem a Dove tusfürdőket, ezt már többször több helyen elmondtam. Ez még egy téli limitált verzió volt, amit nagyon szerettem. Ez pedig az uborkás, amit imádok így nyáron a melegben használni, mert annyira jó frissítő és élénkítő. Megvettem belőle egyébként most az uborkás dezodort is, és azt is nagyon szeretem használni, úgyhogy nálam a Dove tusfürdők azok mindig nyerők. Aztán van itt két Balea tusfürdő is, amik nem igazán hagytak mély nyomot bennem, hogyha jól emlékszem, ezek ilyen krémtusfürdők voltak, de nem igazán tudok sok mindent elmondani róluk, nem voltak kiemelkedően jók, de nem is voltak rosszak, elhasználtam őket, de nem fogom valószínűleg újra vásárolni egyiket sem. Itt van ez a két Fa Island Vibes tusfürdő, az egyik a Hawaii Love, ez egy ananász frangipáni illat, a másik pedig a Fiji Dream, ami dinnye és ilang-ilang illatú, hát ezeknek valami isteni finom illatuk van, szóval annyira, úristen, gyümölcsös, virágos, nagyon jó volt velük zuhanyozni, és főleg most így nyáron szerintem nagyon jó választás mindkettő. Igazából egy tusfürdőről olyan nagyon sok mindent nem tudok elmondani, mert hogyha jól tisztít, meg jó illata van, és nem szárítja a bőrömet, akkor nekem az teljesen jó, úgyhogy ezek abszolút megfeleltek ezeknek a kritériumoknak. Viszont ezzel a két Nivea Care Shower Cream Oil Pearls tusfürdővel pont az volt a bajom, hogy szárították a bőrömet. Ami azért furcsa, mert hogy elvileg ebben ilyen olajos gyöngyök vannak, szóval nem igazán értettem, hogy ezek hogyan tudják szárítani a bőrömet, de mégis azt éreztem, hogy szárítják. Nekem sajnos nem váltak be. Viszont ezt a Bardangan Caring Shower Cream tusfürdőt, ezt egyszerűen imádtam. Nagyon krémes, nagyon gazdag textúrája van, nagyon jól habzik, nagyon jól tisztít, nem szárítja a bőrömet. Nagyon szerettem vele a hidegebb hónapokban zuhanyozni, úgyhogy ezt biztosan újra fogom még majd vásárolni, de nem most nyáron, hanem inkább majd így ősszel-télen. Ezt a Dove tusfürdőhabot is nagyon-nagyon szerettem, ez ugye egy kétfunkciós termék, mert hogy lehet szimplán zuhanyozáshoz használni, illetve borotválkozáshoz is, nagyon masszív habja van, így nem kell belőle sokat használni, úgyhogy sokáig elég volt ez a flakon, és nagyon finom az illata, tényleg nagyon jól meg lehet vele tisztítani a testet, és egyáltalán nem szárított, úgyhogy ebből van már egyébként utánpótlás. Viszont ezt a Rossmann saját márkás Wellness & Beauty tusolóhabot már nem annyira szerettem, és igazából ilyen kézmosónak használtam el, mert hogy ennek egyáltalán nem kemény a habja, hanem így kifújom a tenyeremre, és gyakorlatilag el lehet fújni, tehát ebből sokat kell használni, pedig egyébként nagyon finom illata volt, ez cseresznyevirág és rózsakivonatot tartalmaz,
de nem lett sajnos a kedvencem. Ó, van itt még egy The Body Shop Vanilla Pumpkin limitált tusolózselé, ugye ez még tavaly ősszel vagy télen volt egy limitált kollekció, és hát mindenki oda volt az illatáért, igazából én is. Ilyen igazi kuckózós, őszi, téli illata van. És ez limitált volt, úgyhogy ebből már valószínűleg nem fog tudni venni. A következő termék az még nem fogyott el teljesen, de gondoltam, hogy beleteszem ebbe a videóba. Ez a L'Occitane mandulás testradír, amiről már beszéltem régebben. Ez egy eléggé drága testradír, baromi jól radíroz, nagyon hatékony, de nem karcolja a bőrömet, mégis eltávolítja az elhalt hámsejteket, és olyan iszonyatosan puha lesz utána a bőröm, hogy gyakorlatilag még testápolót sem kell használni, nem tudom, hogy pontosan mivel van gazdagítva ez a testradír, de egyszerűen tényleg isteni, az illata is nagyon-nagyon finom. Szóval ez egy olyan igazi luxus dolog, de hát néha kell ilyesmi is. Biztos, hogy egyszer majd újra megajándékozom vele magamat, mert tényleg nagyon szuper. Ahogyan ez a The Body Shop Spa of the World Japanese Camellia krém is. Ez is egy magasabb árkategóriájú termék, tehát nem annyiba kerül, mint a szimpla testvajak, hanem ez picit drágább, de hatalmas ez a tégely, és nagyon-nagyon sokáig elég, és ennek is annyira finom isteni illata van. Tényleg olyan, mintha egy spával lennék, amikor ezt használom, mert isteni, kényeztető a textúrája is, meg az illata is, nagyon jól hidratál. Térjünk át az arcápolásra. Van itt egy Artistry Essentials sminklemosó szemkörnyékre és ajakra. Ez egy kétfázisú sminklemosó volt, de én nem igazán szerettem, mert nem távolított el hatékonyan a sminket. Nagyon sokat kellett belőle használnom, szóval abszolút nem is volt gazdaságos. Úgyhogy sajnos nekem ez nem jött be. Viszont a Clinique-nek ezt a Take the Day Off kétfázisú sminklemosóját nagyon szeretem, amikor vízálló vagy ilyen nagyon ragaszkodó szempilla spirál van rajtam, vagy esetleg valamilyen tartós ajakrúzs, akkor azt mindig ezzel szoktam lemosni, és tényleg nagyon jól eltávolítja még a legragaszkodóbb sminket is, úgyhogy ebből van is egyébként egy másik a fürdőszobában. A Garnier micellás vízről már rengetegszer beszéltem, az elmúlt hónapokban is elhasználtam legalább 3 flakonnal, most is van a fürdőszobában legalább 2 flakonnal, úgyhogy én ezt nagyon szeretem, ezzel szoktam lemosni a sminkemet, és nekem nagyon jól bevált erre. Aztán van itt még egy Mixa micellás víz, ez a rózsakivonatos verzió, amit imádtam. Én imádom a rózsaillatú kozmetikumokat, és ezt a micellás vizet is nagyon-nagyon szerettem, mert ezt inkább amolyan tonikként használtam, tehát amikor lemostam a sminkemet, akkor utána ezzel töröltem át a bőrömet. Én ezt a pumpás megoldást annyira nem szerettem, de elnéztem neki, mert amúgy viszont tényleg egy nagyon szuper kis termék. És van itt még egy The Body Shop tonik is, ami még szintén nem fogyott el teljesen, de beszéljünk most róla. Ez a kínai ginzeng és rizs tisztító tejes tonik. Nekem ez a tejes tonik egy picit egyébként nem tiszta, hogy miért nevezik teljesnek, mert szerintem egyáltalán nincsen teljes állaga. Nagyon szeretem reggel ezzel áttörölni az arcomat, mert nagyon jól tisztít, illetve ilyen nagyon élénkítő és frissítő illata van, szóval mindig segít egy picit abban, hogy hamarabb felébredjék, úgyhogy nagyon-nagyon szeretem. Van még itt 3 darab szemkörnyékápoló is, az egyik az a Bobbi Brown Extra Eye Repair Cream, ami egy hatalmas tégely, és egyébként elég drága, de én akciósan vettem. Viszont az a gondom vele, hogy ugye ez a felbontástól számított 6 hónapig érvényes, és egyszerűen nem tudtam elhasználni az összeset, mert egyrészt elég sok van benne, másrészt pedig eléggé sűrű, gazdag textúrája van, így keveset kell használni belőle. Kicsit ilyen, nem tudom, kidobott pénznek érzem, mert hogy legalább még az 1/3 benne van a tégelyben, de egyszerűen már nem mertem tovább használni, szerintem így is tovább használtam valamivel, mint 6 hónap. Egyébként egy nagyon jó szemkörnyékápoló, viszont ezt mindenféleképpen csak estére ajánlom, mert ahogy mondtam, nagyon sűrű és gazdag textúrája van, tehát ennek kell idő, amíg beszívja a bőr, viszont amikor ezt használtam este, akkor utána reggelre valahogy sokkal kevésbé volt táskás, illetve megviselt a szemem környéke. A másik kettő az 2 Clinique szemkörnyékápoló, az egyik az All About Eyes, amit nagyon-nagyon szeretek. Most is ezt használom egyébként, de annak rózsaszín a kupakja, nem tudom, hogy miben különbözik a kettő, de ez egy ilyen nagyon könnyű,
már-már zselés állagú szemkörnyékápoló, amit én reggel szoktam használni, mert nagyon-nagyon hamar beszívja a bőröm, és nagyon jól frissíti a szemkörnyéket, illetve segít, hogy ez a kis duzzanat, amit reggelenként szokott lenni a szemem alatt, az hamarabb visszahúzódjon, úgyhogy ezt nagyon szeretem. A másik pedig a Repairwear Anti-Gravity szemkörnyékápoló, de ebben szerintem nincs benne a... Nincs. Nincs benne maga a tége, ezt már kidobtam, de a doboza megvan. Ez viszont már egy sokkal gazdagabb szemkörnyékápoló, ezt is mindenféleképpen éjszakára ajánlom, és szerettem, de a végén már azt éreztem, hogy talán ez még egy kicsit sok nekem, és ráérek még ezzel néhány évet. És még mindig vannak arcápolók, például ez a The Ordinary Natural Moisturizing Factors Plus H, a hidratáló krém, amiről írtam nektek a blogom. Szerettem ezt a hidratálót, viszont baromi sűrű, alig lehet kinyomni ebből a tubusból, úgyhogy ezt nem annyira szerettem benne, viszont ahhoz képest, hogy mennyire sűrű, nagyon-nagyon hamar beszívódik a bőrbe. Ez egy olyan standard hidratáló, semmi extra, jó volt, szerettem, de annyira nem győzött meg, hogy újra vegyem. Viszont ezt a Mixa hidratáló krémet imádtam, ez egyébként szintén egy rózsaillatú termék, nappalra használtam, pont elég volt, tehát se nem volt sok, se nem volt kevés, pont megfelelően hidratálta a bőrömet, de nem zsírosította, úgyhogy nagyon szerettem, és hát isteni finom rózsa illata volt, úgyhogy ez tényleg abszolút nyerő volt nálam. Aztán itt van még ez a Clinique Moisture Surge 72 órás hidratáló, amiben még van egy pici, most is ezt használom még. Ez egy nagyon könnyű nappali hidratáló, ilyen géles, krémes állaga van, ami nagyon hamar beszívódik. Hogyha fényvédő is lenne benne, akkor ez lenne a tökéletes hidratálókrém nyárra. Így sajnos muszáj vagyok még fényvédőt is használni mellette, de amúgy nagyon szeretem, mert egyáltalán nem zsírosítja a bőrömet, de pont megfelelően hidratál, és tényleg baromi hamar beszívódik. És akkor a végére még néhány smink, meg egy-két random dolog. Itt van még ez az Isana mandulás körömlaklemosó, amit nagyon-nagyon szeretek. Hogyha eljutok Rossmannba, akkor mindig veszek belőle, mert szerintem ez a legjobb körömlaklemosó. Aztán van itt még egy Milani Easy Brow színezett szemöldökzselé, amit hát nem használtam el teljesen, mert hogy elfeledkeztem róla, és amikor újra akartam használni, akkor picit már fura szaga volt. De egyébként szerettem, de én azt szeretem egy szemöldök zselébe, hogyha egy picit jobban tartja a szemöldök szálakat. Jó, nem azt mondom, hogy ilyen full kemények legyenek a szemöldök szálaim, és így érezzem, hogy be van betonozva a szemöldököm, de ez egy picikét talán túlzottan is lájtos volt nekem. Itt van két szempillaspirál, amit nagyon szerettem, az egyik a L'Oréal Paradise Ecstatic szempillaspirál, a másik pedig a L'Oréal Mega Volume Miss Baby Roll szempillaspirál. Ha kettő közül választanom kellene, akkor ezt választanám, mert hogy ez igazán bombasztikus szempillákat csinált nekem. Ez szilikon kefés, ez viszont hagyományos kefés. Tudom, hogy ezt sokan nagyon-nagyon szeretik, és valóban nem egy rossz szempillaspirál, de nekem ez sokkal jobban bejött. Elfogyott a Maybelline Fit Me korrektorom is, ez a 15-ös árnyalat, amit azóta sajnos nem sikerült újra vásárolnom, mert egyszerűen soha nem találok belőle ebből az árnyalatból, de folyamatban van a beszerzése, mert hogy nagyon szeretem ezt a korrektort, a szemem alatt szoktam használni, nagyon szépen kivilágosítja ezt a területet, nem szárítja a bőrt, nem emeli ki a ráncokat, úgyhogy nekem nagyon bejött ez a korrektor. Aztán itt van ez a Himalaya Herbal Sparkly White fehérítő fogkrém. Erről is már többször beszéltem, hogy nekem ez a kedvenc fehérítő fogkrémem. Nagyon szeretem egyébként az ízét is, és valóban van hosszú távon fehérítő hatása, úgyhogy ezt a férjem is, meg én is nagyon-nagyon szeretjük, úgyhogy folyamatosan ezt veszük újra. És itt van még a Paco Rabanne Olympia parfüm, amit azt hiszem tavaly nyáron használtam, és nagyon-nagyon szerettem. Egyszerűen isteni illata van ennek a parfümnek, nagyon tartós. És végül, de nem utolsó sorban, itt van még ez a Real Techniques ecset, amit sajnos ki fogok dobni, több okból kifolyólag is. Egyrészt itt a gumi része hihetetlenül undorító lett, és nem csak ennek a Real Techniques ecsetnek, hanem az összes többinek is, ami van nekem, és ilyen gumis itt a vége, ilyen ragacsos undormány lett, és hát nem tudom hogyan eltávolítani róla, úgyhogy szép lassan kénytelen leszek kidobni ezeket a gumis végű Real Techniques ecseteket, pedig egyébként nagyon-nagyon szeretem őket. De most konkrétan ezzel az Expert Face Brush-sal az volt még a problémám, hogy ez évekig egyáltalán nem hullatta a szálait, viszont egy pár hónappal ezelőtt így csomóban elkezdtek kijönni belőle a szálak, és így
minden egyes használat után vagy 5 szál volt az arcomon, ami hihetetlenül undi volt, hát gondolom elengedte a ragasztás, vagy igazából nem tudom, hogy mi történhetett, mert mindig figyeltem arra, hogy amikor mosom az ecsetet, akkor ne fordítsam így, hogy ne csurogjon be a víz ugye a ragasztáshoz, de valamiért mégis elengedte valószínűleg a ragasztás, úgyhogy így kénytelen vagyok ezt is kidobni, illetve hát a többi rilletnész ecsetemet is át kell majd nézni, és amelyiknek ilyen undi lett itt ez a gumis rész, azt sajnos ki fogom dobni. Szerencsére most már a Müllerben is lehet kapni Realtechnics ecseteket, úgyhogy ha valaki nem akar rendelgetni, akkor ott is be tudja szerezni őket, úgyhogy szerintem én is veszek majd egy-két utánpótlást, mert van egy-két Realtechnics ecset, amit bizony nagyon-nagyon szeretek. És ezzel el is fogytak az üres flakonok, remélem, hogy hasznos volt ez a videó, hogyha igen, akkor mindenféleképpen nyomjatok egy lájkot, illetve írjátok meg kommentben, hogyha ti próbáltatok valamit a videóban bemutatott termékek közül, és hogy nektek mi volt a véleményetek róla, mert nagyon kíváncsi vagyok rá. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, legyen szép napotok! Sziasztok!